Mi magyarok. Gondozás, tanácsadás, bizalom. Magyar Védőnői Szolgálat. Ez az egészségügyi ellátás egyedülálló gondoskodás a világon. Stefánia főhercegnő védnöksége és gróf Aponyi Albert elnöksége alatt 1915-ben jött létre az ELŮD, az Országos Stefánia Szövetség az anyák és csecsemők védelmére. Erre nagy szükség volt, mert a kor népegészségügyi helyzete sürgős lépést követelt. Magas volt a csecsemő halandóság és az anyai halálozások száma, terjedt a TBC. Heimpál és Magyar József alakította ki a rendszert. Megszervezték a védőnők oktatását. A célkitűzés a nemzet számbeli gyarapodása volt. Fel kellett venniük a harcot a tudatlansággal is. Már a várandóság alatt foglalkoztak a kismamákkal. Ebben az időszakban a legfontosabb feladatuk volt, hogy lehetőleg szakember vezesse le a szülést. A nővérek a családokat otthonaikban látogatták meg. Ott mérték föl az egészségügyi, higiéniai viszonyokat, és adtak hasznos tanácsokat. Ha nem volt elég teje az anyának, segítettek a pótlás megszervezésében. Később ismertették a védőoltások fontosságát. Ma 4000 diplomás, modern technikát használó védőnő dolgozik hazánkban. Munkájuk fontosságát soha semmilyen politikai rendszer nem kérdőjelezte meg. Alig van ehhez fogható szerveződés a 20.-21. század Magyarországán. A Hungarikum Bizottság a Magyar Védőnői Szolgálatot 2015-ben a Hungarikumok gyűjteményébe emelte. A műsorszámot az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából a HM Zrínyi Nonprofit Kft. Készítette.